Valaki már maszkban, mások pedig még masz nélkül sétálnak a város utcáin. Szerda nulla órától azonban már mindenki számára kötelező a szájat és órot eltakaró anyag viselése a kalocsai közterületeken. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be a szigorításokat, ugyanis egyre romlik a járványhelyzet Magyarországon. A napi új fertőzöttek száma 4000 fölött van, mely mellett a halálesetek is meghaladják a 100 főt naponta. Kedden bejelentésre került, hogy a kijárási tilalom, a digitális oktatás és a gyülekezési tilalom mellett a szájmasz használata kötelező lesz téren is. Ennek pontos részleteiről az adott polgármesterek dönthettek. Városunkban dr. Filvi Géza a kalocsaiak védelmében a szigorú szabályozás mellett döntött. Koronavírus elleni védekezés országszerte egyre fokozódik. Jelenleg a törvényi szabályozás lehetőséget biztosít a tízezer fő fölötti településeknél a szájmaszk használatának további szigorítására. Kalocsa város vezetése él ezzel a lehetőséggel, és bevezetjük azt a rendelkezést, hogy a közterületeinken szájmaszkot kell viselni. A szigorú szabályozás városunkban szerda 0 órától érvényes. A gyalogos közlekedés során, illetve biciklin is viselni kell a maszkot. Azonban a zöld területeken, sportolás közben, illetve a személyautó légterében nem kötelező a viselése. közutakon, gyalogutakon, járdákon, kerékpáros közlekedés alkalmával szájmaskot kell viselni. Kérek mindenkit, hogy viselje megfelelően a szájmaskot, az orrát és a száját eltakarva. Higgyék el, hogy a szüleink, nagyszüleink élete múlhat ehhez, ezen, hogy viseljük el a maszkot, higgyünk szakembereinknek a tanácsán, akik azt mondják, hogy a szájmaszk használatával a vírus terjedését lassítani tudjuk. Jelentősen megváltozott az élet kalocsán is az új járványügyi szabályok miatt. Minden étterem és kávézó bezárt az előírásoknak megfelelően, helyben fogyasztása nincs lehetőség, azonban a kiszállítás zavartalanul működik. A boltok és a szolgáltatók 19 órakor bezárnak, töröltek minden programot és rendezvényt, 20 órakor pedig kiürül a város. A szabályok és előírások betartása mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen az együttműködésüket, vigyázzunk egymásra!